Ed Sheeran, Chris Stapleton, közös dalát hallgattuk, ez volt a Blow, most már 7 perccel múlt 1:45, és hát említettem önöknek, vagy ígértem azt, hogy vendégeim is lesznek. A vendégeim Tamás Endre, aki a Blog Dealert vezeti, és persze egy olyan rendezvényet is rendeztek, amelyik tegnap került sor, de mindjárt elmondja ezt Endre, hogy pontosan micsoda, és persze másik vendégem Csala Dénes, aki a Lancasteri Egyetem adjunktusa, komplex rendszereket kutat, és persze a Székely Data blogot is ő vezeti. Elsősorban köszöntelek, nagyon köszönöm, hogy eljöttetek a stúdiónkba. Sziasztok! Köszönjük a meghívást! Endre, elsősorban erre a rendezvényre szeretnék rátérni, ami a tegnap este volt, ez úgy tudtommal egy rendezvénysorozat, és szeretném, hogyha ezután inkább te mondanád el, hogy mi ennek a célja, mert azt hiszem, hogy ez ezzel megfelelő keretbe fogja helyezni a mai beszélgetésünket. Hát a Blog Dealer, mint ahogy már mondtad, igen, tehát ez egy rendezvénysorozat, 2016-ban indult, és volt 2 évada, már az elején meg tudtam fogalmazni azt, hogy gyakorlatilag ilyen pályorientációs céllal indultunk el, és ezt mindvégig tartottuk, és a 3. évadban is ezt folytatjuk. Különböző partnereink voltak, most a Team Koromival közösen dolgozunk együtt, és szervezünk beszélgetéseket egészen jövő év közepéig. És ugye hát Dénes volt az egyik meghívott. Az idei évadnak az a mottoja, hogy Mesterségem címere, és az első 2 évadban különböző tematikákat dolgoztunk fel, és most akkor ezeket a tematikákat egy kicsit össze szeretnénk mixelni, és olyan meghívottaink voltak, illetve lesznek a jövőben is, akik különböző szakterületekről jöttek, és inspirálni fogják a fiatalokat, akár pályaválasztás, akár életvitel szempontjából. Hát korábban, amikor említettem, hogy kik lesznek a vendégeim, közvetlenül híradó után, akkor elmondtam, hogy olyan témánk lesz, amiben érintjük az elektromos autók elterjedését, illetve szélenergiát, ehhez hasonlókat, és hát kíváncsi vagyok, hogyan jutunk majd el addig, hogy a pályaválasztással kapcsolatos beszélgetésekbe ez hogyan illik bele. Szóval elsősorban olyan témákra vagyok kíváncsi, amelyekről a tegnap este is szó volt, hadd hallja a Kolozsvári Paprika Rádió hallgatósága is, hogy mi minden volt, szóval most már Csala Dénesre rátérünk, és első sorban, hogyha már a rendezvénynek a címe ez volt, elektromos autók és szélenergia, akkor arra vagyok kíváncsi, hogy milyen közeljövő, vagy mennyire közeli, vagy távoli jövőbeli célra gondolod azt, hogy egy mondjuk nagyobb mértékben ezek elterjedjenek, de mondjuk rád bízom, hogy mennyire bontott külön az autókat, vagy éppen az energia előállítást. Igen, hát a tegnap is végül is a beszélgetésnek az egyik témája az volt, hogy fontos azt megfogalmazni, hogy szerintem mindenképpen belátható időn belül el fog következni az az időszak, amikor az elektromos autók esetleg majdnem teljes piacot át fogják venni a szállítás terén, és talán picit több időbe fog telni, de ugyanez meg fog történni a megülő energiák területén is. Illetve fontos azt tudatosítani, hogy több európai országnak, főleg nyugat-európai országnak van ilyen célirányos targetje, hogy például 2040 után, vagy 2030 után, sőt, Norvégiában akár 2022 után is már nem engedélyezik a belső égési motorról hajtott autók eladását, és csak az elektromos autók eladását engedélyezik, és akkor ez aztán persze, miután az adott autók élettartama kifut, utána lassan el fogja hozni a gépjármű park megváltozását is. De hogy egy picit visszareflektáljak a tegnapi beszélgetésre, én mindig úgy próbáltam említeni az elektromos autókat, hogy ne felejtsük azt hozzátenni, hogy legalább annyira fontos mondjuk az önvezető technológiáknak az elterjedése, és akkor ezt a kettőt úgy együtt kell tárgyalni. Hát amikor az önvezető technológiáról beszélgetünk, akkor eszembe jut az, hogy Kolozsváron van egy ilyen kezdeményezés, hogy konkrétan tömegközlekedésbe ezt bevezessék, olyan busz legyen, amelyik talán 14 vagy 17 embert tud szállítani, és itt a Sziasztában amúgy volt is erről beszélgetés, amikor a hallgatókat kérdeztük arról, hogy mennyire szívesen fognak majd beleszállni egy ilyen buszba, mennyire szívesen fognak vele együtt közlekedni, mármint a busz környékén saját autóval, vagy éppen kerékpárral. Te mennyire oszlatnád el a félelmeket? Hát én valójában ilyen technológia evangelista vagyok, úgyhogy én 100%-ban eloszlatnám a félelmeket. Csak itt az a baj, hogy például kifejezetten a kolozsvári közlekedést illetően, hogy még nincsen ezeknek úgymond dedikált sávjuk,
ahol ők csak ezek a közlekedési járművek tudnak haladni, addig hiába, hogy önvezető, mert ugyanúgy kell abban a dugóban álljon, mint az összes többi lakos nagy mérgükben. Úgyhogy valójában itt van egy ilyen átmeneti időszak, amíg az emberek és a mondjuk úgy robotautók vagy algoritmusok által vezérelt autók együtt léteznek. Ez az átmeneti időszak nehéz lesz, de utána eljön az ilyen teljesen zen időszak, amikor nagy része önvezeti lesz, akkor már jelentős javulás érzékelhető. És akkor szerintem már nem fog feltételeződni az a kérdés, hogy valaki ne válassza ezt a közlekedési módot, mert sokkal kényelmes, nagyságrendekkel kényelmesebb lesz, mint az alternatíva. És ennek az átmeneti időszaknak a nehézsége miben nyilvánul meg? Balesetekben konkrétan? Vagy itt valami másról is szó van? Abban, hogy az emberek előre jósolhatatlanok. Tehát itt a legnagyobb közlekedési dugó okozó az valójában a folyamatos gyorsítás és lassítás. Tehát hogyha az ember meg tudná azt lépni, vagy legalábbis annyira tökéletes lenne a lába, hogy mindig ugyanazon a gáz értéken tartsa a lábát, akkor egy sokkal folyamatosabb forgalom lenne. És ez a fékezés lassítás ilyen hullámokat okoz a közlekedésben, és valójában ezt tudnák az önvezető autók megváltoztatni gyökeresen. De addig, amíg van néhány ilyen nagyon nehezen megjósolható tényező a rendszerben, az úgy az egész egy picit szétesik. Szóval úgy gondolod, hogy valamiért valamilyen távoli jövőben, hogyha nem is a közeli jövőben, de szükségszerű lesz, hogy elérjük azt, hogy mondjuk a közlekedésünk a technológiától függjön, és inkább a technológia vezérelje pontosan emiatt? Tehát akár a, nem csak a forgalmi dugók elkerülésére gondolok itt, hanem akár a biztonságos közlekedésre is. Hát egyértelmű, hogyha valójában igen, ez a kicsit, hogy a robotok átveszik fölöttünk az uralmat, nem feltétlenül hasznos narratíva talán jelen van a közvéleményben. És az, hogyha visszatérünk, ugye én mondtad, hogy én adatszakember is vagyok, és adatokkal foglalkozom, hogyha megnézzük az adatokat, már most, és valójában évek óta az önvezető autók sokkal biztonságosabb, mint egy hasonló körülmények között létező emberi vezetők. Úgyhogy nem sok annak az értéke, hogy azt mondjuk, hogy esetleg egy biztonságosabb lesz, természetesen nagyságrendekkel biztonságosabb lesz a közlekedés. Te hogyan látod ezt a világ különböző régióiban, mennyire lesz ugyanolyan tempójú ez a fejlődés, mert gondolom, hogy mondjuk akár Egyesült Államokban, akár bizonyos északi államokban teljes mértékben más a mentalitás is, ugye a hétköznapi emberek szempontjából is. Ezzel kapcsolatosan viszont itt megmerem kockáztatni, nyilván én nem tudhatom, de megmerem kockáztatni, hogy itt valamiért nem olyan népszerű, nem olyan tempóban fejlődnénk-e felé, vagy akár később kezdenénk el. Te ezt hogy látod? Egyértelmű, hogy az árnak nagy szerepe van ebben, hogy a keleti régióban ez egy kicsit később fog bekövetkezni, azért, mert az önvezető autók, vagy kifejezetten az elektromos autók árának nagy részét az a technológia teszi ki, ami az akkumulátort és a hozzátartozó rendszereket ellátja, és ez még eléggé sokba kerül, úgyhogy itt lesz mindenképpen egy csúszás. De hogy a kérdésed elejére válaszoljak, valójában itt az amerikai törvénykezési rendszer különbözik az európai törvénykezési rendszerből olyan értelemben, hogy az amerikaiak egyszer hagynak mindent, és aztán, ha túl sok baj történik, akkor majd hoznak törvényeket, hogy ezeket orvosolják, és az európaiak, főleg a német, tehát ez az angol szász, Angliában is ezt követik, és a német törvénykezési rendszerre megpróbálná kitalálni mindent, ami végül is elromolhat, és ezért szerintem később fogják az önvezető autóknak a teljes körű elterjedését engedélyezni ebből a szempontból, úgyhogy mindenképpen Amerikában lesz itt az első nagy áttörés, de valójában ez nem fog, tehát ilyen maximum 5 éves csúszással el fog terjedni a többi országokban is, mert miután egyértelműen kezdjük látni ezeknek a technológiáknak az előnyeit, nagyon nehéz lesz, visszalépésként fog érződni. Ugye sokszor mondják azt az emberek, hogyha beülsz egy Teslába, és utána visszaülsz egy másik autóba, akkor olyan, hogyha egy űrhajóból visszaülnél egy szekérbe, vagy valami. Persze ez nem ez nagyon sarkosított, de sokszor van egy ilyen analógia. Amikor az energia előállításról beszélünk, vagy arról, hogy milyen típusúból mennyit használunk fel, akkor az autók, vagy elektromos autók kapcsán ugye nyilván felmerül, hogy akkor mindenki, tehát már nem belső égésű motorok lesznek, hanem elektromos áramot használó autók, de hogyha arra gondolunk, hogy vajon ez zöldebbe, akkor nekem az jut eszembe, hogy mondjuk Kolozsváron az áramellátás Radnótról jön, ott pedig gázt égetnek. Tehát
mitől lesz jobb, hogyan lesz jobb az elektromos autó használata, hogyha már zöld szempontjából, hogyha mégis gázt égetünk ahhoz, hogy előállítsuk azt az áramot. Igen, itt rátapintottál a lényegére, tehát hogy ez a szép jövő, ez csak akkor érvényes, hogyha végül is az az energia, amivel az elektromos autót feltöltjük és használjuk, az legalább valamilyen szinten tisztább, mint a jelenlegi olaj alapú energia. A gázenergia az már kevesebb széndioxid kibocsátással és károsanyag kibocsátással járna, és ugyanakkor a kibocsátás központját kivinnénk a városokból, és így egyáltalán a környezet szennyezés is csökkenne, ellenben hosszú távon nem ez akkor a preferált megoldás, hanem az akkor, hogy magát az energiarendszert és a közlekedési rendszert egy rendszerként kezeljük, és akkor ennek természetesen az előállítási módját minél zöldebbé tegyük. És akkor igen, itt vissza tudok térni a címhez, hogy akkor lenne jó, hogyha sok elektromos autó lenne, hogyha ezek végül is akkor szélenergiából, de itt egyébként Romániában a zöld energia főleg vízenergiával működne. Aha, akkor rátapintottál arra, amit akartam kérdezni, hogy mondjuk itt nem olyan erősen fúj a szél, mint mondjuk 2000 kilométerrel tőlünk nyugatabbra, vagy akár Németalföldön, és akkor úgy gondolod, hogy nem kell mindenhol ugyanazt a fajta megújuló energiát használni, hanem vannak alternatívák mindenhol, mint hogy nálunk mondjuk kevésbé a szél, hanem inkább a víz. Mi az, ami még, nem tudom, napenergia? Egyértelmű, hogy minden országnak mások az adottságai, és akkor igen, a vízenergia mindenképpen egy fontos komponense, és az a legrégebb létező, úgymond zöld energia, tehát károsanyag kibocsátás mentes energia, és akkor a szélenergia területén is meg szokták különböztetni az ilyen onshore szélturbinákat, tehát amik a szárazföldnél vannak, és az offshore szélturbinákat, amik a tengerben vannak, mert a tengerben jelentősen gyorsabban, nagyobb sebességgel fúj a szél, és ezáltal több energiát lehet kinyerni. És ezek a technológiák mindenképpen növekedni fognak, tehát magasabbak lesznek a turbinák, mert magasabb légköri szinteken gyorsabban fúj a szél újra. És akkor, hogy a más alternatív technológia, ami itt egyébként amúgy Romániában is kicsiben, de növekedik, és rohamosan fejlődik, az a fotovoltaikus napelemek, illetve Európa más országaiban, főleg Spanyolországban és a sivatagos országokban van olyan is, ami a napnak nem a fotonjait használja, hanem a hőjét használja fel, tehát ilyen koncentrált napelemparkok is vannak. Hogyha világviszonylatban gondolkodunk, akkor azt el lehet képzelni, hogy vannak olyan régiók, ahol semmilyen zöld energia előállítás nem megvalósítható? Ez valószínűleg igaz. Most még eszembe jutott, hogy az előző kérdésből talán kifelejtettem a geotermális energiát, ami ugye például Izlandnak elég nagy százalékát látja el, meg ugye Kaliforniában, illetve Kenyában is jelentős mértékben van. De mindenképpen így az országok, de különbözni fognak egymástól, de ez valamilyen szinten majdnem ugyanaz, mint ahogy a jelenlegi ugye energiaoligarchiát jelképező olaj sem egyértelműen eloszló. Vannak országok, akiknek sok van, és vannak, akiknek kevés van. És akkor ez egy érdekes kérdés, hogy akkor végül is lesznek-e új energiaoligarha országok a jövőben, esetleg mondjuk a sivatagban, vagy a nagyon szeles partokon. Milyen furcsa, hogy belegondolni, hogy akkor energiaelőállítás szempontjából pont a sivatag lesz az oligarha, de valahol van ebben egy pozitív jövőkép is. Én most már így vége fele járva áttérnék ide Kolozsvárra, vagy akár Erdélyre, te hogyan látod, mennyire fog mondjuk konkrétan 20 vagy 30 éven belül megváltozni akár a közlekedésünk olyan szempontból, hogy mennyire úr veszi majd át a technológia ennek az uralmát, illetve ez a rohamos fejlődés, amit az előbb említettél a zöld energia előállításban, az mit jelent, mennyi időn belül érjük el azt, hogy mondjuk legalább több mint felét az energiafogyasztásunknak biztosítsak ebből a forrásból? Itt Romániában, hogyha a vízenergiát figyelembe vesszük, akkor vannak olyan napok, hogy több mint felét szerintem már elérjük, és vannak olyan országok Európában, számos ország, ahol majdnem 100%-át elérjük. Itt egy mérnöki szempontból ez egy picit összetettebb kérdés, mert a napenergiának és a szélenergiának a fluktuációját valamilyen formában kompenzálni kell, és addig, amíg ez egy nagy európai energiarendszerben történik, addig ez működhet,
de amikor igen nagy lesz ezeknek a részesedése, akkor mindenképpen muszáj támogató technológiákat, főleg energiatárolási technológiákat bevezetni, és ezek egyelőre még jelentős költséggel járnak. És hogy a kérdésed első felére visszatérjek, tehát valójában nem akadályozza semmi az elektromos autóknak az elterjedését, ellenben ugye az árrés az elektromos autók és mondjuk egy csúcskategóriás belsőgésű autó között most már nagyon kicsi, de ahhoz, hogy ez a csúcskategóriás árról lekerüljön mondjuk egészen a köz kategóriáig, addig még az akkumulátoroknak legalább felére, de majdnem azt kell mondani, hogy egy negyedére kellene csökkenniük, és ezért majdnem új akkumulátor technológiák szükségesek, vagy a jelenlegi lítium-ionos technológiáknak a nagy skálában való gyártása. Amire egyébként a nagy autógyártók elég jól odafigyelnek, és mindegyik cég, úgy a német, mint az amerikai autógyártók erre koncentrálnak. A japán autógyártók ők egy másik útvonalat támadtak meg, ők úgy gondolják, hogy az üzemanyagcellával működő hidrogénnel működő autók lesznek a jövő, és ők főleg ebben vezetők, és ott igazán nagy hidrogéntöltőállomást is kiépítettek az országban. Ugye itt a töltőállomások kérdése egy másik dolog, ezt mindenképpen úgy kell értelmezni, mint egy közjó, abban az esetben, hogyha nincsen egy nagy cég, mint például Amerikában, ugye magáncégek birtokolják ezeknek a töltőállomásoknak a rendszerét, de ez egy ilyen tyúk-tojás probléma, hogy azért nem vesznek az emberek elektromos autót, mert nincs hol töltsem. Ez valójában nem igaz, mert rengeteg klasszikus benzinkútnál már olyan tervek vannak, hogy akár jövőtől mindegyik benzinkútnál, bizonyos márkáknál elérhető lesz a töltő. Úgyhogy itt szerintem még mindig az ár a legnagyobb probléma Romániában, annak ellenére, hogy Románia adja messze a legnagyobb ilyen állami támogatást az elektromos autókra, hogyha talán ez az ár még ha felére csökkenne, akkor kétségtelenül ilyen no-brainer döntés lenne, hogyha egy picit csökken, az már szerintem a következő 10 évben jelentős mértékű növekedést okoz az utakon. Hát azt hiszem, hogy jelentősen beletekintettünk a jövőbe, és egy kicsit Tamás Endrével és a blogdealerrel is tekintsünk bele a közeljövőbe. Milyen következő tematikák várhatók az előadás sorozatban? Hát ennyire különlegesek azért azt gondolom, hogy még lesznek. Lesz szó divatról, vlogger és bloggerkedésről, mint ahogy az már az előző évadokban is volt, illetve mondjuk közgazdaságtanról és minden olyan aktuális témáról, illetve szakmáról szeretnénk beszélgetni, és ezeknek különböző vonzalmairól, ami most a fiatalokat én azt gondolom, hogy érdekli, és ami például engem is érdekel, mint mostani fiatal. Hát kizártást a további rendezvények szervezéséhez, remélem, hogy rengeteg érdekes dolgot elhoztok majd Kolozsvárra, és ehhez gratulálunk is. Hát nagyon köszönöm a vendégem, tehát Tamás Endre a blogdealertől volt itt, illetve Csalad Éres, aki a Lancasteri Egyetem adjunktusa, a komplex rendszerek kutatója, és persze a Székely Data blog is hozzá kötődik. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen a meghívást!